Szeptember 24-én csütörtökön köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. A csütörtök közéleti magazinunkkal várjuk Önöket a hét legfontosabb eseményei mentén. Kövessék közösségi oldalunkat is a naponta többször frissülő hírekért. Mai műsorunkat is aktuális rovatunkkal kezdjük. Ne felejtsék, a tájékozottság mindenkinek érték. Tartsanak ma is a Szentes Televízióval. A járvány második hulláma elérte Magyarországot is. Ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért kövessünk néhány egyszerű, de fontos szabályt. Mossunk kezet gyakran és alaposan. Továbbra is tartsuk a 1,5 méteres védőtávolságot. Mindannyian hordjunk maszkot. Lehetőség szerint kerüljük a zsúfolt helyszíneket, csoportosulásokat. Tartsuk be a látogatási tilalmat a kórházakban és az idős otthonokban. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse házi orvosát. Vigyázzunk egymásra. Együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Itthon az élmények nem érnek véget a nyárral. Folytasd a kalandozást ősszel is. Fedezd fel, mennyi csodát rejt még számodra ez a gyönyörű táj. Csak rajtad múlik, merre indulsz, de egyben biztos lehetsz. Bármerre jársz, új élmények várnak. Őszi ajánlatokért látogass el a csodásmagyarország.hu oldalra. Magyarország, a csodák forrása. Ez már a Szentes Televízió aktuális rovata, a tartalomból. Dr. Gruber László plébános tartott előadást Szentesen, témája a liturgia volt. Ezután stúdiónkban Károly László, a Le Grand ZRT vezérigazgatója, akit a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara új elnökének választott. A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság szervezésében negyedik alkalommal tartott filmvetítéssel egybekötött előadást dr. Gruber László plébános teológiai tanár. A várva várt téma ezúttal a liturgiáról szólt, illetve arról, hogyan készül az egyház az 52. Eucharisztikus Világkongresszusra. Szívünk őszinte megnyitása a hitben biztos felkészülése lehet a konferenciára való ráhangolódásban. Egyfajta lelki készülődésként annak a jegyében, hiszen az 52. Eukarisztikus Világkongresszusra készülünk, ami ugye most idén szeptember közepén lett volna, meg tulajdonképpen elmaradt a járványhelyzet miatt, és azt gondolom, hogy mindazonáltal mégis érdemes ezt az előadást megtartani, bár van még egy év előttünk, de éppen miatt az alatt az egy év alatt, hogyha a liturgiára, a szent misére, az egyházi szertartásokra egyfajta megújult, mélyebb látásmóddal tudunk tekinteni, ennek következtében megújult módon tudunk szerintem nap mint nap, vagy hétről hétre a templomi eseményeken részt venni, még többet adhat ugyanaz a szertartás, hogyha föltárul annak különböző mélysége, dimenziói, és ezt a tiszteletes fölkérést örömmel fogadtam el a helyi KPT szervezőitől. Néhány évvel ezelőtt Ferenc pápáról és a dél-amerikai kontinens egyház életéről tartottam előadást, aztán ezt követően egy Franciaország utamat követően a francia katedrálisok világáról, az európai kereszténység helyzetéről, jövőjéről, majd volt egy harmadik hasonló vetített képes előadásom a katolikus egyházon belül különböző törésvonalakról, hogy milyen fajta álláspontok találhatók, sokszor egymásnak feszülnek, és akkor ez a negyedik nagyívű előadásom, ez egy bő egy óra terjedelmű lesz, ez tehát a liturgiáról szól, arról a szent cselekményről, amely a templomaikban zajlik, és hogy mi is az a liturgia, én azt mondanám nagyon tömör, rövid, egyszerű kifejezéssel, a templomi liturgia az az esemény, az a történés, ahol úgymond az ég és a föld összeérnek. Tehát valahol a földi halandó, az örökké valóval a mindenhatóval, a végtelenül fölöttünk álló Istennel találkozik, találkozhat, mégpedig érzékelhető jelek, emberi cselekmények, szavak, gesztusok, érzékeinkkel befogadható tartalmak által. És erre szeretném a figyelmet fölhívni, hogy milyen nagy kincs a liturgia, milyen jó azt úgymond ismernünk, azt tudatosan gyakorolnunk és megélnünk.
A legfontosabb szerintem az a bizalomteljes jólékkel való ráhagyatkozás a szervezőkre. Nyilván nem tudjuk pontosan, hogy mi vár még ránk az elkövetkező egy évben. Minden esetre először is azt tanácsolom, hogy érdemes nyomon követnünk a különböző információkat, fölhívásokat, bármilyen fajta buzdítást, élni azokkal az anyagokkal, amelyek akár az internetről, akár bármilyen médián keresztül elérhetőek, azokat kicsit úgy kézbe venni, megnézni, elgondolkodni a tartalmi üzenetén. Hát szóval minél tevékenyebb a készületünk, minél nyitottabb szívvel, lélekkel történik, minél úgymond engedelmesebben a bennünket segítő készítők szavainak utasítása, hogy megfelelően annál gyümölcsözőbb lehet. Egy év az látszik nagy idő, de biztos vagy benne, hogy gyorsan el fog repülni, az innen év gyorsan elterik. Úgyhogy valójában rajtunk, a mi nyitottságunkon, készséges befogadásunkon múlik. Azt gondolom, ennek a sikeres mi volt. A vallás három alapvető tényező, Isten, világ és ember kapcsolata, földi síkon nyújt vigaszt a megfáradt vándornak, magyarázatot ad az élet rejtélyeire, és megmutatja a halhatatlanság birodalma felé vezető utat. Különböző dimenziókról lett szó, én a liturgia kapcsán az elsősorban a lelki spirituális töltekezést jelölném meg. Persze egy ilyen eukarisztikus kongresszus az nem csak a lelkünkhöz, szívünkhöz szól, hanem az értelmünkhöz is szól, egyáltalán az érzésvilágunkhoz is szól. Nyilván vannak olyan programok, amik mondjuk az embernek a testi valóságát szólítják, meg lesznek bizonyára olyan fajta rendezvények, ami ennek is jó lehetősége. De pont arról van szó, hogy az ember nyilvánvalóan nem csak testi létező, testben élő, lelki, szellemi létező valóság, és ezért ezekre a többszörös összetevőinkre odafigyel nyitottsága. A vallás elsősorban jóság és szolgálat, de senki nem lehet segíteni, ha önmaga nem tesz érte semmit, emelte ki dr. Gruber László, teológia tanár. Van egy ilyen ugye jól ismert mondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba, amit a templomba járó hívő elkövethet, hogyha úgy ül be egy szertartás, egy szentmisére, mint mondjuk egy ilyen színházi nézőtérre, vagy mint egy mozi terembe, ahol várja, hogy majd az a bizonyos sült galamb leessen és kész megvalósulásként az ölébe hújjon. És szerintem itt hibázunk, amikor a pap is azt gondol, hogy most a híveknek, mint egy misézik, előadja a szentmisét. Emlékszem, nekem is többen mondták, hogy jaj, atya maga olyan szépen adja elő a misét. Ez nem egy előadásmód, itt azért alapvetően két megdöbbentően különböző dimenzió esik egybe, az a bizonyos égi és földi. Tehát az ember itt találkozik, nem a másik emberre csupán, az is ott van természetesen a dialógus a pap és a hívek között, de még fontosabb, hogy közösen Isten felé forduljunk, a nálunknál jóval nagyobb, a hatalmasabb felé, aki mégis elérhető, és be tud lépni a mi életünkbe a látás, a hallás, a tapintás, az ízlelés, az érzékelés különböző gesztusain keresztül. Tehát, hogy az ember nyitott, hogyha tevőlegesen részt vesz, az a bizonyos szakrális csoda, én nem mondom, hogy biztosan, de nagyobb esélye megtörténhet. Minél passzívabb maradok, ilyen csendes, a padomba hátradőlt, ilyen könyöklő tartású szemlélő, annál kevésbé valószínű, hogy ez a bizonyos szakrális megérintettség megtörténik, de nyilván ezt nem tudjuk előre senki esetében kiszámolni, vagy megjósolni. Egy biztos, hogy sok nagy megtérő elmondta, hogy ebben vagy abban a templomban, vagy katedrálisban valami olyan megrendítő mély lelki benyomás érte őt, aki csak bement turistaként, vagy ilyen kemény tartás ateistaként, és valami őt megszólította, és ez az isteni kegyelemnek a csodája. Csongrád megye gazdaságáért díj az év menedzsere után Károlyi László Allögram vezérigazgatója szeptember 16-án egy egyhangú döntés eredményeképpen a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara elnöki pozícióját tölti be. Vezérigazgató úr, köszöntöm Önt stúdiónkban, gratulálunk az elnyert poszthoz, és nyilván adódik a kérdés, Ön hogyan fogadta, milyen irányvonalakkal, tervekkel kezdi meg a ciklus munkáját? Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves nézőket is. Hát egy öröm volt a számomra, természetesen ez egy olyan lehetőség és egy olyan megbízatás, amelyet azt hiszem, hogy az ember életében nem sűrűn fordul elő. Egyrészt, mert ez társadalmi szerepvállásként végzi az ember, másrészt pedig a
hát kicsit hasonlít a rendszer a vegyes kamarák rendszerét, vagy a magyar-francia vegyes kamarának a működése, mondjuk, mint az amerikai elnök választása, tehát ott is maximum két alkalommal lehet valakit megválasztani, és utána kötelező szünetet kell tartani, és ez az időszak is csak egy 3 év, és utána ezt lehet újítani még egyszer 3 évben. Ugye a francia-magyar vegyes kamarának a célja a francia-magyar gazdasági kapcsolatok, a frankofónia erősítése és ezeknek a lehetőségeknek a szélesítése, és ennek apropóján ugye francia tulajdonban lévő vállalatként mi már a kezdetektől, egyébként a jövőre lesz 30 éves a kamara, a kezdetektől részt vettünk benne, hát attól függően, hogy mennyi idő jutott erre, akkor több aktivitással vagy kevesebb aktivitással. Én voltam már 2006 és 2012 között a francia kamara elnökségében, alelnöki pozícióban, és aztán ugye az elmúlt években kicsit kevésbé aktívan, mert hát azért volt bőven feladat, aminek úgy gondolom, hogy meg is van az eredmény, tehát sikerült szépen bővülnünk és fejlődnünk. És hát ez a francia nagykövet asszonnyal volt egy beszélgetés ezelőtt egy jó 1,5 évvel, és akkor ő vetette föl, hogy hát a Le Grand Magyarország egy meghatározó szereplő, nagy jelentősége a gazdaságban, illetve hát a francia-magyar kapcsolatokban és a francia befektetések szempontjából, és hogy nem lenne kedvem esetleg itt aktívabban megint részt venni, és hát ez volt a kiinduló pontja ennek az egész mai helyzetnek, tehát honnan indultunk el és ide jutottunk el. Én azt fogalmaztam meg, miután ugye itt egy kétkörös választás volt, és végül is megválasztottak erre a tisztségre, és megkaptam ezt a bizalmat, amelyet nagy megtiszteltetésnek érzek, hogy ami a következő 3 évet meghatározza, az, hogy ebben a hát eléggé furcsa gazdasági környezetben, amelyet a koronavírus okoz számunkra, ebben találjunk olyan kreatív és innovatív megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a kamara teljesítse azt a feladatot, amiért létrehozták. Egyben természetesen továbbvívja a jól működő tapasztalatokat és gyakorlatokat, erősítve a francia-magyar kapcsolatot, és egy pontot kiemelve, vagy hangsúlyozom még ezeken kívül, az pedig az érdekképviseletnek az erősítése a kormányzati szervek fele. Ugye a francia beruházók ez a harmadik-negyedik helyen állnak Magyarországon, tehát a súlyukat tekintve, de azt látjuk, és ott ez el is hangzott a közgyűlésen a tagok részéről, hogy mondjuk az amerikai vagy német vállalatok, tehát az EMCSEN vagy a Magyar-Német Kamara jobban tudja a vállalatok érdekét érvényesíteni, tehát ugye ezt befoglaltuk és beemeltük a stratégiánkba, hogy találjuk meg annak a módját, hogy hogyan tudjuk a tagok által jogosan és hogy az üzleti környezetbe illeszhetően elfogadható igényeket úgy eljutatni a kormányzati szervek fele, hogy ezek ugye meghallgatásra találnak, és ugye ebből valamilyen eredmény is szülessen. Ugye a kamara 1991 óta tölti be a francia-magyar üzleti érdekképviselet egy fő pontját, illetve folytatja azt a munkát, amely talán a mozgató rugójává vált a két ország kapcsolata között. Ön említette ennek a munkának, ennek a feladatnak a fő célkitűzését, ami egyrészt nyilván az üzleti pilléreken nyugszik, de vajon van-e ennek a tisztnek és titulusnak egy társadalmi kapcsolati forrása, tőkéje is, amely az elkövetkezendő években szintén egy kiemelt lesz? Biztosan van, sőt úgy gondolom, hogy van, hiszen a vállalkozásokat emberek működtetik, itt ugye francia-magyar kapcsolatokról beszélünk, tehát francia és magyar emberek, tehát szükséges ahhoz a másik kultának a szeretete, tehát ugye vagy a francia vagy a magyar, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, tehát a frankofónia valamelyes formában, még hogyha nem is beszél az illető franciául, és nem csak olyan rendezvényeket szervezünk, amelyben a gazdasági lehetőségeket próbáljuk előtérbe helyezni vagy segíteni, mint egy katalizátorként, hogy ezek jobban működjenek, hanem olyan rendezvényeket is, ahol jobban meg lehet ismerni egymást, egymás kultúráját, akár valamilyen sport vagy hasonló tevékenységgel, művészeteken keresztül, tehát a francia napok, a francia intézettel, a francia nagykövetséggel közösen működik a kamara.
A Le Grand vezérigazgatójaként nyilván fontos feladatának tartja majd ezt a munkát, és nyilván ezért tenni az előbb elmondottak alapján is. 3 év. Hogyan tervezi ezt a 3 évet? Ciklikusan bontja majd a feladatokat? Hát én őszintén szólva nagyon nem bontottam szét a 3 évet ilyen ciklikus feladatokra, mert egy elég speciális helyzetben vagyunk. Tehát hogy a meghatározó és az elsődleges az a mostani állapotokban egy megfelelő működés és egy hatékony működésnek a kialakítása. Egyébként kamarán kívül is én azt szoktam mondani, hogy ha ilyen fórumokon beszélgettünk, vagy kerekasztal beszélgetés, most már inkább virtuálisan, de hogy miben változtatta meg a koronavírus helyzet a gazdasági körülményeket, én azt mondtam, hogy abból a szempont sok mindenben, de abból a szempontból, hogy kicsit másképp kell gondolkodni, előtte gazdasági szempontból próbáltunk előrevetíteni és lépéseket meghatározni. Ugye most annyira nagy a bizonytalanság, és nem lehet tudni, hogy a jelenlegi állapot, vagy milyen meddig tart, vagy milyen változások történhettek, amelyek ugye szigorítanak, vagy könnyítenek ezen, hogy én azt gondolom, hogy most ugye egy kicsit másképp kell gondolkodni, és azt talán a legjobban úgy tudnám szemültetni, hogy van egy tűzoltás stratégia, meg van egy hosszú távú kitekintés. A tűzoltás stratégia az, azért nevezem ennek, mert olyan, amikor ég a ház, akkor elsőlegesen el kell oltani a tüzet, tehát nem gondolkodok azon, hogy mi lesz majd, ha eloltottam, hogyan építem újra. Tehát arra fókuszálok a nagyon-nagyon rövid távra, mert bizonytalan a környezet, tehát nincs értelme hosszabb távon tervezni. Tehát azt próbálom kezelni, hogy ebben a környezetben működő képesség, a folytonosság meglegyen. A hosszú távú kitekintés pedig, most egy kicsit átnézek azon, olyan, mint amikor a hajó fölküldik a végén a tengerészeket, ugye a legmagasabb pontra, és onnan el a horizontig megnézni, hogy mit lehet látni. Amikor már úgy gondolom, hogy belátható, hogy mert túl leszünk a mostani helyzeten, hogy mi az, ami a gazdasági környezetünket, a mindennapi életünket, ami meg fog változni ebben, hiszen biztos, hogy még akkor is, hogyha majd meg lesz az oltás és megfelelő védekezési módszer mondjuk erre a járványra, lesznek olyan folyamatok, amelyek hosszú távon együtt velünk maradnak. Mondok egy példát, hogy ugye a home office az most nagyon elterjedt, egy jó megoldásnak tűnik a helyzetben lévő kockázat minimalizálására, és én azt látom, hogy akik itt elsősorban ugye a nagyváros vagy Pesten érdekes ez, de szerintem vidéken is, hogy ugye a home office mint működési folyamat velünk fog maradni. És hogyha tovább megyek, és ugye most visszavonatkoztatom a üzletünkre vagy az építőiparra, ez azt jelenti, hogy új irodaházakra kevésbé lesz szükség, hiszen a irodában dolgozók egy része otthon marad, vagy alternálva dolgozik. Ez pedig azt vetít előre, hogy mondjuk a következő 5 évben sokkal kevesebb irodázat fognak építeni. Tehát aki ebben mondjuk érdekelt, mint például Le Grand is, azok az üzleti szegmensben adható termékeknek a piaca szűkülni fog. Yeah. Nyilván rátérünk hamarosan a Le Grand munkájára, munkásságára, de talán még egy motiváció és egy kitüntető cím. A Vajda Hunyad várában átadásra került az érték és minőség nagy díj pályázaton sikeres eredményeket elért vállalkozások, cégek számára. Ez az elismerés, amelyről a televíziónk már korábban beszámolt, de ugye van ennek egy másik oldala a díjazottakon túl. A pályázói kiírói tanácsnak tagja volt a Le Grand. Miért tartja fontosnak ezeket a kitüntetéseket, és hogy ebben így módon szerepet vállalt? Igen, hát mi régebben, amikor még Magyar Termék nagydíjként működött ez a rendszer, akkor többször is pályáztunk, és igazából 3 évvel ezelőtt megkerestek az alapítók, és ennek a felkérésnek eleget téve, illetve ezt megfontolva, és aztán ennek megfelelően döntöttünk abban, hogy átülünk a másik oldalra. Úgy gondoljuk, hogy a Le Grand ZRT és a jogelődén keresztül a 100 éves tudás, amit fölhalmozódott, és amit a mindenkori itt dolgozók nagyon ügyesen sáfárkodtak, elegendő háttér és bizonyíték arra, hogy lehet ezt jól csinálni, hogy a minőségnek van értéke, és hogy a tradíció meg az innovációnak a keveréke, az ügyes ötvözete, az előremutató, és az egy hosszú távú fenntartható fejlődést tesz lehetővé. Hát ezért álltunk át a másik oldalra, a kiírói tanácsokba ugye szerepet vállalva, hiszen ezáltal egyrészt
példát is tudunk mutatni abban, hogy merre vagy hogyan kell ezt csinálni, tehát nem csak mondjuk, hanem ezt csináltuk is és csináljuk. Másrészt pedig fontosnak tartom, hogy a magyar vagy a Kárpát-medencében lévő magyar kötődésű vállalkozásoknak lehetősége legyen jobban működni, hatékonyabban, tehát meg tudják mutatni, vagy meg tudják méretni magukat, össze tudják hasonlítani az eredményeiket egy független bírálóbizottság által, hogy ők most ennek megfelelnek-e vagy nem. És azt látjuk, hogy akik ebben ezekben a pályázatokban sikeresek, tehát elnyerik ezeket a díjakat, azok általában sikeresebbek a gazdaság és a saját vállalkozások működtetésében is. Le Grand ZRT most már rátérve. Nyilván a gazdasági és a saját életünket megváltoztatta ez az év, a járványügyi helyzet, az intézkedések, és nyilván a pandémiáról szólt minden. Hogyha azt mondjuk, hogy okos otthonok, és nyilván a Le Grand, ahogyan ön is említette, tradíció és innováció, ez a két fővonal és ez a két lehetőség az, ami a legfontosabb. A piac hogyan reagált erre? Előtérbe kerültek jobban, vagy az érdeklődés körébe az okos otthonok, vagy amit a Le Grand nyújtani tud? Nagyon érdekes változások voltak a piacban. Azt kell mondja, hogy mi szerencsére, tehát az építőipar kevésbé érintett volt a pandémia által, mint mondjuk egy vendéglátás. Tehát szerencsére egy viszonylag kisebb hullámverésben voltunk, de azért megéreztük a hatását. Érdekes változások voltak. Egy, amit szerintem biztos mindenki hallott már ismer, hogy mivel a korlátozások voltak tavasszal a bolti értékesítésekben, tehát nagyon nagy mértékben növekedett a webes értékesítés a házhozszállítással egybekötve. Ezt mi is tapasztaltuk, tehát ugye azok a partnerek, akiknek webes értékesítésük volt, vagy csak ebben foglalkoztak, ezeknél 5% és 40%-os növekedés volt az első fél évben azos periódushoz mérve. Míg a hagyományos értékesítés az különösen a második negyedében az csökkent. Az okos otthonok az egy érdekes téma, nagyon-nagyon sokat beszélünk róla, és nagyon sok megoldás van benne, amit a Le Grand is, meg más konkurensek is kínálnak. Nekem az a tapasztalatom, hogy ugye, és mi azt látjuk a számainkban is, hogy a súlyában azért ez nagyon picike még ez a piac. Inkább a generációkat, ha azt mondjuk, hogy Y meg az YX generációnak az alsó része, tehát ugye a 35, tehát inkább, ha mondjuk életkort mondok, akkor a 20 és 40 év között, akik nagyon nyitottak erre, ők, akik már ugye egy okos telefonnal a zsebükben vagy a kezükben nőttek fel, és akiknek nem okoz mondjuk fejtörést, és ebben nem azt mondom, hogy nem tudná valaki kezelni már egy idősebb generációból is ezeket a telefonokat, de azért ugye ők azért nagyon beleszülettek, tehát egészen hétköznapilag, tehát ugyanúgy, mint hogyha fölvetünk egy pár sort egy papírra, hogy nekik ez ugye azt jelenti a telefon vagy egy mobil applikáció, tehát ez a generáció igényli inkább. Ugye természetesen ehhez hozzátenném azt, amit ugye sokszor nem ugrik be az emberek fejbe, az okos otthon az azt jelenti, hogy ugye a különböző eszközeinket, azokat, amelyeket előtte is ilyen remote, tehát távirányítással vezéreltünk, mondjuk a TV, Magnó, CD lejátszó, vagy egy streamelő zene doboz, ezeket össze tudjuk kötni egy vezérlő egységbe, ugye a okostelefonra, és mellé tudunk tenni ugyancsak így távvezéléselt az okostelefonos applikáción keresztül olyan eszközöket, amelyeket hagyományosabban talán nem működtettünk így, tehát a rendőnyvezérlés, világításvezérlés, a hűtés, fűtés vezérlése, és hát ugye ebbe természetesen következik, hogy mivel telefonot tudom vezérelni, ezt meg tudom tenni olyan távolságra is, amit amúgy nem lehetett, hogy egy infratávvezérlővel a tévét azt egy elérhető távolságba, látható távolságba kellett legyek, egy másik szobából már nem. Most már akár pár száz kilométeres távolságra is ki tudom, hogy be tudom kapcsolni a világítást, a videokamerát, hogyha be akarok kukkantani, mert elindult a riasztom otthon, és meg akarom nézni, hogy most akkor falcsriasztás van, vagy hát valaki mégis ottan nem szívesen látott vendég van a házban. Ezeket össze lehet kötni. Ezeknek a problématikája és talán az elterjedésnek a lassúsága abból adódik, hogy nagyon sok megoldás van, viszont egyrészt kötődnek az internethez, kötődnek a
felhőbe levő valamilyen szerverhez, tehát hogyha az internet összekötetésünk nem megfelelő, akkor a rendszer akadozik, tehát ugye vagy bekapcsol, vagy nem, vagy csak lassan reagál. Ugye megveszünk egy nagyon sok kínai termék van, megveszünk egy terméket, hogy az a felhőszolgáltatás valahol működik, most akkor mennyi idő alatt jelentkezik, vagy egyáltalán, ha nem működik, akkor mit tudok vele csinálni, mert ugye a kereskedő azt mondja, eladtam a terméket, és a többi az már nem az én feladatom. És hát mondjuk ez az egyik oka, a másik oka, hogy a különböző rendszereket kompatibilissá tenni nehéz. De most, hogyha van egy telefonom, és a telefonon van 100 applikáció, akkor már ott kezdünk elveszni benne. Tehát, hogy célszerű, ugye mondjuk a lakás okosításomat, azt egy applikáción belül tudom vezérelni, és ott azonban kiválasztom, hogy itt mit akarok, a világítást, vagy a hűtést, vagy a redőnyöket, vagy a tévét. Még hogyha különböző eszközöket veszek, akkor ugye az különböző applikáció, tehát még a megfelelőt meg kell találni. Olyan, mint hogyha Viber vagy WhatsApp, tehát ugye, vagy a Skype-nak, tehát ugye lehet már válogatni az ingyenes telefonálásokban is. És hát csak egy példát mondjak el, hogy most ugye a Legrandnak is a kínálatában egy nagyon jól működő és megbízható termék jelent meg egy éve a Netatmo név alatt, ugye ez külön brandként jelenik meg, tehát ugye a Valena Life, ami most ugye a legnagyobb volumenben és a legsikeresebb termékünk, a Vanlife with Netatmo, ugye az az okos megoldásokat jelenti. Egyébként ugye a okos mellett még az az előnye, hogy ezeknél a kapcsolók ugye wifi megoldással kötődnek egymáshoz, egy rendszerbe a házon belül, vagy a különböző funkciók. Tehát, hogyha mondjuk átalakítást tervezek, akkor nem kell szétvésnem a falat, hanem egyszerűen csak megfelelően telepítenem, vagy a meglévő helyet kiszerelem és újra teszem, beépítem az okos megoldást, és ugye ez azért elég komoly megtakarítás, hiszen nem kell újra felsem a szobámat. Viszont bocsánat, amit ön mond, és számomra van egy nagyon kedves rekláma az okos otthonok világában, amikor az egyén hazamegy, leül a kanapére, és csak megkéri Alexát, hogy kapcsolja fel a LED világítást, húzza le a redőnyt, és kapcsolja be a kedvenc zenét. Tehát olyan futurisztikusnak hallatszik, vagy hallható. Ön említette a generációkat, említette nyilván azokat az internethez kötődő esetleges problémákat, de az a generáció, amelyet már ön említett, azért az internet világában, nyilván az okos készülékek világában otthon van, igényli. De talán mi vezérelheti az igényeket és a piacot, a kényelem, vagy valóban az okos eszközök halmozása? Hát egyébként Alexáról csak annyit, hogy igen, ez is benne van a kínálatunkban, de hát ugye ez is korlátozottan, hiszen az Alexa angolul beszél, tehát ahhoz, hogy én kommunikáljak, ez egy nagyon látványos dolog, hogy gyakorlatilag beépítve van egy ilyen kapcsoló jellegű kivitelezés formájában beépítem a falba, és ugye ha hazaérkezem, akkor hát mondjuk beton kapcsolom a világítást, és azt mondja, Alexa kapcsol be a kapcsolat. Alexa nem a párunk. Úgy van, és nem a párunk. Hát ez egy, azt gondolom, hogy az igényeknek egy része energiahatékonyság, egy része kényelem, és egy része egy kicsit ilyen kozmopolitan megközelítés, mert és akkor mondok erre az utolsóra egy példát, tehát hogyha mondjuk egy nagyvárosban, mondjuk New Yorkban élek, és akkor el szeretnék menni vacsorázni, akkor ha van egy Alexám otthon, akkor mennyivel kényelmesebb hazarohannak, éppen csak megérkeztem, leadottam a táskámat, át, ugye bemegyek, letusolok, átöltözök, és közben azt mondom, hogy Alexa, légy szíves, nézd meg, szeretnék menni egy kínai vendéglőbe, ahol el tudok jutni, mit tudom én, 15 percen belül, és egy fél óra múlva indulok. Most ezt meg tudom csinálni úgyis, hogy az interneten én megkeresgélem a lehetőségeket, ugye az mind idő, de közben én el tudok készülni, és hát ha még azt is megkérem, hogy közben meg akarok venni egy csokor virágot, akkor úgy tervez meg az útvonalamat, mert ott találkozok a barátnőmmel, akkor ugye ez egy nagyon kozmopolitán éles stílushoz kötődő, tehát amúgy szerintem Magyarországon maximum talán Pesten lehet így érdekes. Tehát ez az egyik ok, amiért megjelenek ezek a megoldások. A másik az energiahatékonyság, talán azt gondolom, hogy ez a leghasznosabb és a legfontosabb, hiszen egy hűtés szabályozást, egy redőny vezérlést, és ez a kettő azért összefügg, mert mondjuk most egyre divatosabbak a nagyon nagy üvegfelületű lakások. Most, hogyha ezt a lakásban lakok, akkor ugye megfelelő hőmérsékletet akarok télen is, meg nyáron is.
hogyha még egy déli felületen van nekem egy 3 méter hosszú, 3-2,5 méter magas üvegfelületem, hát azt klímával lehűteni úgy, hogy ott ugye élhető legyen az élet, vagy mikor én hazérkezek, akkor ugye hűvös legyen, azért az elég komoly energiaigényt jelent. Tehát, hogyha ott én a lakás működtetését, akár automatizmussal, akár én személyes vezéléssel úgy alakítom, hogy amikor nem vagyok otthon, de ugye besüt a nap, akkor azért fölösleges a klímát működtetnem, az leengedi a redőnyt, és ennek megfelelően működik. Ez egy jelentős energiahatékonyságot jelent, de mitől egy nyaralóban elindulok, akkor nem minimálisra van lehúzva a fűtés, mondjuk 6 fokra vagy 8 fokra, ha odaérkezem a hétvégén, és akkor előtte 2 órával beindítom a fűtést, ugye távvezérléssel. Ezek mind ilyen megoldások. Ezeket egyébként részben meg lehetett előtte külön-külön módszerekkel oldani, csak ugye ennek az a kényelmi része, vagy a látványos része, hogy a telefonomban megnyitom a megfelelő applikációt, és ott kiválasztom, amire szükségem van. És hát természetesen, bocsánat, az utolsó gondolat a design. Azt tudjuk, hogy a divat az meghatározó eleme, a fogyasztói társadalomban élünk, és akarva akaratlanul ezek befolyásolnak minket, és hát ugye ahogy változik a világ, és új dolgok jelennek meg, akkor arra úgy az ember valahogy így van alkotva. A fejlesztési gondolkodásnál, vagy amikor a jövő évre gondol ön, akkor még mindig a trend, ami meghatározza, vagy azért jelen van, igen, ez a vírushelyzet is? Hát mind a kettőt figyelembe vesszük, tehát mi úgy tervezünk, hogy a visszakanyarodó, amit az elején mondtam, a tűzoltó megoldás és a hosszú távú, nagyon, itt most a szokottnál hosszabb távú kitekintés. Ha a Le Grandról beszélünk, akkor a tűzoltás az az, hogy most arra fókuszálunk, hogy a üzleti folyamatok folytonosságát tudjuk garantálni, megfelelően védve a munkavállalóinkat, és úgy kialakítva, hogy minimális kockázatnak tegyük ki őket, munkavállalóinkat, ügyfeleinket természetesen. A termékekből az elérhetőség az meglegyen, és igyekszünk azokból a készletekből, vagy azokból a termékekből, amelyre úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, az talán kurensebb, akkor ebből biztonságosabb készletet kialakítani. Hosszú távon pedig hát azt vizsgáljuk, és azon gondolkodunk, hogy milyen maradandó hatásai lesznek tehát ennek a jelenlegi járványnak. Egyet már említettem, hogy a irodákkal kapcsolatosan, de szerintem például a vendéglátással kapcsolatban is mondjuk egy budapesti szállodaipar, vagy most jelenleg a következő 3-5 évben Budapestben nagy zsúfolt központban sok szobás szállodát építeni, én úgy gondolom, hogy nem igazán lesz megtérülő beruházás, viszont vidéken, tágasabb környezetben, kevesebb szobával mondjuk a ilyen fertőzést jobban kiszűrő, vagy szabad környezetben, természetes környezetben lévő helyszínen kikapcsolódás lehetővé tévő szórakozó egységek, vagy szállodáknak a létjogosultsága az továbbra is megmaradt. De úgy, hogy mondhatnám, hogy például az Airbnb-nek a jövője elég kérdéses, hiszen ha nem ez a vírus, akkor lehet, hogy van egy másik, ugye a WHO-nak a internetes felületén mindig ott van egy X vírus, amire azt mondják, hogy ki tudja, mi jön még. Tehát ugye valami jöhet, az ugyanúgy váratlan lesz, ha lesz ilyen, és ugyanúgy kockázatot jelent majd egy ideig. Tehát ezért mondjuk egy Airbnb-be utazni, ami nagyon sikeres volt, tehát ugye a kérdés az, hogy most az ember mennyire bízik meg abban, hogy ezt megfelelően tisztítják, vagy nem. Tehát ugye ezért azt gondolom, hogy az egy picit tehát az a föllobbanás, ami volt, az egy kicsit azért most le fog csökkenni, és ennek az a következmény, hogy ha Magyarországot nézzük és Budapestet, akkor a belvárosi lakások felújítása is csökkenni fog. Tehát... Viszont ha Le Grand nézzük, az egészségvédelem, az egészség, és nem csak kifejezetten a vírus megjelenhet már az otthonunkban is ilyen módon? Igen. Hát én azt gondolom, hogy ami ugye eddig olyan példákat mondtam, ami inkább beszűkül a piac, hogy ha olyat akarunk mondani, akkor mondjunk kettőt, amiben szerintem mindenféleképpen bővülés lesz. Az egyik az a egészségvédelem, tehát olyan eszközök, amelyek ehhez kötődően akár a elérhetőség, akár a fertőzés veszélycsökkentése, akár a távfelügyelet, egyébként a okos megoldások ilyen szempontból segítenek, hiszen jobban tudunk kapcsolatot tartani, kevesebb mozgással rálátunk azokra az eszközeinkre, azokra ingatlaninkra, ha van ilyen, tehát nyaraló vagy több helyszín, de akár ilyen időskori betegellátás, tehát olyan telefonok, amelyek ugye
kagyló nélkül kihangosítása egy szobában lehetőséget tesz arra, hogy meglássuk, hogy történik. Van-e baj, kell-e menjünk, szükség van-e rá, tehát ugye a telefonnál egy magasabb komfortot ad a kapcsolattartáshoz. És hát ugye a másik megoldás általában a kórház technikának, vagy a kórházaknak a bővítése. Én úgy gondolom, hogy ez a helyzet azért azt megmutatta, hogy itt van még mit fejleszteni, és van lehetőség arra, hogy ezt úgy kialakítsák országos szinten, regionális szinten, hogy a különböző helyzetekben rugalmasan lehessen alkalmazni és alkalmazkodni, és ebben vannak termékeink, amit ide be lehet építeni. Innen folytatjuk a legközelebb. Vezérigazgató úr, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és a régi új megerősített pozícióhoz, munkához pedig jó munkát kívánunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel aktuális rovatunk véget ért, következik Közéleti magazinunk. Pomárium Kft. Szebenkó Pálinka Ház. Pálinka bérfőzés még tavalyi áron. Telephelyünkön megtalálhatók a kiváló minőségű szilva, alma, birs, körte és cserszegi fűszeres szőlőpálinkáink. Friss, idei édesalmából még tavalyi áron Almárium. 100% gyümölcs tartalom, kizárólag a friss gyümölcs levét tartalmazza. Hozzáadott cukor, tartósítószer, színezék, aroma nélkül. Megvásárolható telephelyünkön. Szuperpáros a Domján Optikában. Válasszon multifokális szemüveget nagyértékű ajándékkerettel vagy második pár ajándéklencsével. Szemüvegkeretek akár 50% kedvezménnyel. Akciónk november 30-áig tart. A részletekről érdeklődjön üzletünkben. Ne feledje, október a látás hónapja. Látásellenőrzések, szemüvegfelírás, kontaktlencse illesztés a hét mindennapján, bejelentkezés alapján. A belváros szívében, a Kossuth tér 4 szám alatt, exkluzív környezetben várja Önöket a Domján Optika szakértő csapata. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A Hunor Coop értékeli hűségét. Törzsvásárlóink részére a Coop Klub kártyával akár 25% kedvezményt is kaphat. Keresse az akciós címkével jelölt termékeket, és spóroljon nap mint nap. Csatlakozzon Ön is, igényeljen kártyát üzleteinkben, ahol kedves kiszolgálással, széles választékkal, friss csemege és pékáru kínálattal várjuk Önt is a hét mindennapján. Hunor Coop, a jó szomszéd! Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Már otthon internet és tévészolgáltatás is a Vodafone-tól. Az ország számos pontján, így a te lakóhelyeden is jelen vagyunk. Csatlakozz hozzánk te is! Várunk üzleteinkben és online. Ready? Vodafone. Ahhoz, hogy Magyarországot továbbra is működésben tartsuk, bizonyos szabályokat mindannyiunknak be kell tartanunk.
Ilyen a széles körben kötelező maszkviselés. Most szeretném felhívni a figyelmet a maszk helyes használatának szabályaira. A maszkot mindig úgy vegyük fel, hogy az orrot és a szájat is teljesen fedje, az archoz, illetve az orrhoz a lehető legjobban illeszkedjen. A maszk felvétele után ne nyúljunk a maszkhoz, az arc szabadon lévő részéhez és a szemünkhöz sem. Maszk levétel után lehetőség szerint mossuk meg, vagy fertőtlenítsük a kezünket. Fontos, hogy mostantól a kendő vagy sál nem elegendő a megfelelő védekezéshez. Tényleges maszkra van szükség. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor csökkenthetjük a vírus terjedését. Vigyázzunk egymásra. Együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A járvány idején megmutattuk, hogy vészhelyzet esetén is el tudjuk látni az országot élelemmel. Fontos, hogy megtermeljük, amire szükségünk van. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy hazai terméket vásároljunk, mert így a vásárlásunkkal olyan hazai vállalkozásokat támogatunk, amelyek működése nagyban hozzájárul a hazai gazdaság fejlődéséhez. Jó, hogy erősítjük a hazai gyártást, így nem függünk annyira másoktól. A külföldről behozott áruk gyakran több ezer kilométert utaznak, így ha magyar terméket veszünk, a környezetet is védjük. Büszke vagyok, hogy az asztalunkra magyar termelők árui kerülnek. A járvány idején a magyarok összefogtak. Erre az összefogásra ezután is szükség lesz. Védd a magyar munkahelyeket, válaszd a hazait! A Szentes Televízió közéleti magazinját látják a tartalomból. Nagymágocsi fejlesztési területek, a lehetőségekről és a további tervekről beszélgetünk Szebelédi Endrével, a település polgármesterével. Támogató jegyek a hangversenyközpontban, újít a Szentes Csongrádi Rotary. Jöjjenek a részletek! Kedves nézőink, folytatódik közéleti mozaik magazinunk, és természetesen a témában közügyeinkkel foglalkozunk. Stúdiónkban köszöntöm Szebelédi Endre Nagymágocs polgármesterét. Hétfőtől, illetve október 1-től új járványügyi intézkedések léptek életbe. Nagymágocson ez hogyan érintette a mindennapokat? Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban, ugye a koronavírus nagyban meghatározza az életünket, így magát az önkormányzatiságot is, a polgármesteri hivatal, illetve az intézményeinek a munkáját, működését. A járványügyi szabályozásoknak megfelelően kell eljárni minden intézmény esetében. Ami most leginkább látványos, leginkább fontosabb talán az, hogy az általános iskolában szükséges a gyermekeknek a maszkviselés. A gyermekek számára meglátásunk szerint már ez nem volt újdonság, tehát szinte egy ilyen attrakcióval, egy élménnyel ér föl számukra ez. Attól függetlenül persze megterhelő tud ez lenni egy egésznapos maszkviselés, de azért a szabályozás úgy gondolom van annyira korrekt, hogy csak bizonyos esetekben kell ezt a maszkot viselniük a gyermekeknek, úgyhogy én bízom benne, hogy előremutató lesz ez az intézkedés is, és így meg tudjuk óvni az egészségét, nem csak a fiataloknak, hanem az időseknek is, akikre ugye tudjuk, hogy rendkívül veszélyes tud lenni a vírusnak a szövődménye. A járvány után, ha már az időseket is említette, szociális kérdéssel foglalkozva, hiszen az elmúlt alkalommal beszélgettünk arról, hogy nagyobb figyelmet fordítanak az idősek, a nyugdíjasok, az otthonok védelmére is. Mi volt ennek a kiváltó előzménye? Nagymágocson nagyon nagy figyelmet fordítunk valóban az idősellátásra. A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai rendkívüli minőséggel látják el ezt a feladatot. Nem gondolom túlzásnak azt kijelenteni, hogy egy védőhálót szeretnénk biztosítani a Nagymágocsi idősek számára.
voltak már a koronavírus előtt is olyan intézkedéseink, amelyek itt a térségben is egyedülálló módon segítették az időseket. Gondolok itt például arra, hogy a szociális étkeztetésben, akinek 85.500 forint alatt volt a nyugdíja, az ő számukra 270 forintért biztosítottuk az ebédet. Ez egy egész menüsort jelent. És a munkatársaimat megkértem arra, hogy monitoringozzák a különböző háztartásokat, nyilvánvalóan ugye etikai szabályokat betartva, de mégis azért azt vizsgálják meg, hogy az idősek esetében, ha megnézzük a makrocsaládot, tehát ugye a nagyszülő, szülő-gyermek vonalat, illetve magát, tehát a család felépítését, akkor, hogy elestek-e bármilyen támogatástól az idősek családon belül, és azt tapasztaljuk, hogy számos esetben most már nem olyan jelleggel történik az időskorúak vagy a nagyszülőknek a támogatása, amely ugye koronavírus előtt megvolt. Úgyhogy abban szeretnénk segíteni a családoknak, hogy a szociális étkeztetésünknek a szolgáltatását bővítjük. Úgyhogy most már nem 85.500 forint nálunk a határ a nyugdíj esetében, hanem 101.700 forint, tehát akinek ez alatt van a nyugdíja, jogosulttá válik a szociális étkeztetésre 270 forint értékben. Nem nehéz ezt kiszámolni, egy hónapban ez mit jelent, és ami nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak a gazdasági potenciálja erre alkalmas, tehát nem eladósítjuk ezzel a települést, mert a másik oldalon nekünk a bevételeink ezt teljes mértékben alátámasztják, hogy ilyen mértékben tudjuk segíteni a háztartásokat, az idős családokat. Mert nagyon fontos, hogy 2015 év óta nem emeltünk a gyermekétkeztetési díjakon. Például az alsó tagozatosok esetében 495 forintba kerül az étkezés egy napra, a felsősök esetében 560 forintba, az óvoda, bölcsöde gyermekeinek pedig teljesen ingyenes az étkezés Nagymágocson. Úgyhogy az a meglátásom, hogy ilyen jelleggel kell segíteni, tehát 2016 óta nálunk a szociális segélyek azok nagyon meglettek vágva, ebből voltak nézeteltéréseim bizonyos szereplőkkel is, de én azt gondolom, hogy nem pénzben kell odaadnunk a segélyt, hanem igenis szolgáltatásban kell biztosítanunk a családoknak a lehetőséget, illetve a segítséget. Úgyhogy a Nagymágocson egy hónapban körülbelül olyan 40-50 ezer forint, amit ilyen települési segélyként kifizetünk, és ezen nem is szeretném, hogyha változtatnánk. Viszont a szolgáltatásainkat mindig is fejleszteni fogjuk. A házi segítségnyújtást olyan jelleggel kiterjesztettük, hogy a jogszabályban foglaltakat a finanszírozáson túl is ellátjuk. Ez nyilvánvalóan kellett a dolgozóinknak a pozitív hozzáállása. Azt gondolom, hogy ezt a plusz munkát ők nem megerőltetésnek veszik, hanem tényleg segíteni szeretnének a nagymágocsi időseken, és így tudtunk például egy hónapja megmenteni egy idős házaspárt, akiknek az egészségi állapota olyan jelleggel megromlott, hogy már nem nagyon tudták eldönteni, tehát a jelent nem úgy tudták értelmezni, mint egy teljesen egészséges ember. Tehát a demencia bizonyos foka megjelent náluk, és ezt egy olyan csoport akarta kihasználni, akik, hát hogy is fogalmazzak, tehát nem feltétlenül etikus módon kívántak rajtuk segíteni, aminek az lett volna az eredménye, hogy az idős házas pár majd ház, illetve autó nélkül marad. Tehát itt kellett a szomszédok jelzése is, hogy azért feltárásra kerüljön ez az ügy, és a munkatársaimnak a segítségével sikerült megmenteni ezt a családot, olyannyira, hogy most már ezt a csoportot visszaszorítottuk. Nyilván ugye a törvényi kereteken belül, attól függetlenül persze a komfortzónánkból egy minimálisan nekünk is ki kellett lépni, mert ők elég agresszívan álltak a dologhoz, hogy ők már ott vannak a házban, tehát már nincsenek ott, tehát nem is lesznek ott a házban. Úgyhogy így sikerült megmentenünk ezt az idős családot, úgyhogy tényleg egy védőhálót fogunk húzni,
Nagy Mágocsra, aminek az lesz az eredménye, hogy rendkívüli módon odafigyelünk azokra az idős házaspárokra, akik nem számíthatnak mondjuk a családjukra, mert távol élnek a család, vagy pedig nincs már családjuk. Erős, tehát akkor a közösség, nyilván figyelnek egymásra ott az emberek. Igen. És tehát azon a jelzésre került. Pontosan, tehát egyre nagyobb erre szerintem a társadalmi felhatalmazásunk is, illetve ami nagyon fontos, hogy most már nagyon odafigyelnek erre. Nagyon odafigyelnek erre a nagymágocsiak, mert csak azért is, mert hogyha a lakó közösségben, ott a környezetben helyet kap egy olyan csoport, egy olyan család, aki nem hajlandó betartani a közösségi együttélésnek a szabályait, akkor igencsak meg tudja keseríteni az egész utcának az életét, amellett, hogy az ingatlanárak is majd csökkenni fognak. Tehát erre rendkívül oda fogunk figyelni, úgyhogy a jövőben is, tehát látjuk azt, hogy hol kell majd beavatkozni. Folytatjuk fejlesztési kérdésekkel, hiszen az elmúlt időszakban már meglévő fejlesztésekről és az önök előtt álló lehetőségekről is tudunk beszélgetni, de talán ami a legfrissebb vagy legaktuálisabb, sokan várták már a tűzoltó szertár tetőcseréjét, amely elkészült. Valóban igen, van egy rendkívül jól működő tűzoltó egyesületünk, és volt egy hatalmas ígéretünk magunkkal szemben, azért mondom, hogy magunkkal szemben, mert én is tagja vagyok ennek az egyesületnek. Nyilvánvaló, hogy nem az operatív részen, de azért én is rendkívül lelkesen veszek részt a programokban, illetve ha szükség van, akkor a vonulás terén is. És én úgy gondolom, hogy egy egyesület, tehát hogyha van egy civil kezdeményezés, vagy egy képződmény, tehát nevezzük tőle jogilag egyesületnek, akkor két pilléren kell, hogy álljon annak a megléte. Egyik az, hogy el kell végezni a vállalt feladatot. Itt viszont az önkormányzatnak nem szabad visszaélni azzal, hogy akkor minden vállalt feladatot rányomunk az egyesületre, ráhárítunk az egyesületre, de nálunk ez egyébként nem is jellemző, tehát mondjuk egy egyesület, hogyha vállal egy feladatot, akkor ezt tisztességgel el is végzi. A másik pedig, hogy a közösség tagjai számára biztosítva legyen egy olyan infrastruktúra, ahol valóban meg tudja élni a közösségi életet. És ezért volt számunkra fontos, hogy a tűzoltó egyesületnek a szertára megújuljon. Belügyminisztériumi forrásból történt a külső hőszigetelés, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság támogatásából valósult meg a tetőcsere, emellett persze az eszközbeszerzéseket is a katasztrófa védelemnek köszönhetjük, az ő támogatásuknak. Most pedig a vidékfejlesztési program keretén belül fog megvalósulni a fűtéskorszerűsítés, és utána pedig közösségi összefogásból történik meg az épületnek a belső festése, illetve hogyha minden jól fog működni, akkor egy olyan szakintézménynek a segítségét is be tudjuk vonni ebbe a munkába, amely aztán tényleg a profivá fogja tenni ezt a szertárat. De ugyanilyen elven újítottuk fel a polgárőrbázisunkat is, tehát egy komplett házat újítottunk fel a polgárőreinknek. Amely még most szombaton lesz az átadója. Igen, szombaton történik meg ennek az átadás, ünnepélyes átadása. És pont a településünk azon részén történt ennek a bázisnak a kialakítása, ahol leginkább szükség van arra, hogy odafigyeljünk a lakosokra. Ugye, a Mátyás Király utca, Árpád utca közötti terület az, ahol idősödő korosztály dominál a településen, úgyhogy ott kapott helyet a Mátyás Király utcán a bázisunk, úgyhogy nem lesz abban hiba, hogy a polgárőrség a munkáját elvégzi-e, mert eddig is jól végezték, eddig is sokat köszönhetünk nekik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most teljesült az az álom, ami tényleg a polgárőreink számára meg kellett, hogy valósuljon, hogy egy rendes bázist kapjanak. Védelem, biztonság, karbantartás után az egészség. Többször beszélgettünk már az egészségház környezetéről, de egy újabb fejlesztés történt ott. Igen, is. Igen, az egészségházunkat, amely helyet ad a két háziorvosi praxisnak, a fogorvosi praxisnak, a védőnői szolgálatnak, illetve még egyéb magánjellegű orvosi praxisnak.
ezt az ingatlant fel tudtuk újítani a települési operatív program keretén belül még 2016-ban. Néha az évszámokon gondolkozni kell, nem azért, csak ugye, tehát nem dicsekvésként mondom, de azért elég sok mindent sikerült a képviselőtestülettel közösen, illetve Farkas Sándor országgyűlési képviselő úrral felújítani, meg véghez vinni. De igen, de 2016 vagy 2017-ben volt a felújítás, ezért elnézést kérek tényleg, most az évszám így nincs meg nekem, de a lényeg az, hogy meg lehet nézni, föl van újítva, szépen lehet, tehát lehet használni az ingatlant, én úgy gondolom, hogy kis települési szinten is, tehát ott rendkívül jó, de ez városi szinten is egy méltó egészségház. És abban a pályázatban, ugye, tehát volt egy komplex felújítás, de tudtuk, hogy még mit kell felújítani, és a házi orvosainknak, illetve az orvosoknak tettünk egy olyan vállalást, hogy egy légkondicionáló készüléket minden egyes terem fog majd kapni, minden egyes praxis fog majd kapni, és ez valósult most meg a Magyar Falu program keretén belül, és rendkívül odafigyeltünk arra, hogy ne csak egy egyszerű légkondicionáló berendezés legyen, hanem ez egy olyan bakteriológiai készülék, tehát szűri a levegőt. Nyilvánvaló, hogy nem véd mindennel szemben, de én úgy gondolom, hogy azért megérdemlik a házi orvosaink, hogy rendkívüli módon figyeljünk arra, amit ők kérnek, illetve figyeljünk az ő egészségükre is. Úgyhogy ezt meg tudtuk most cselekedni a Magyar Falu program keretén belül, illetve majd ezt fogja követni a napelemeknek a felhelyezése, ha minden jól megy, akkor következő hónapban. És most már eljutott odáig az építőipar, de ezzel már küzdöttünk több, már egy pár éve, hogy itt most már, hogyha bejelentkezünk arra vonatkozóan, hogy el kellene végezni munkát, akkor igenis sorba kell állnunk. Tehát szerencsére azért az építőiparban van egy olyan aktivitás, amely szerintem a magyar gazdaságot tudja még pörgetni. Úgyhogy ugyanilyen alapon csúszik egy beruházásunk, a Nagymágocsi Művelődési Háznak a nagy termének a fűtéskorszerűsítése, de ez is meg fog valósulni következő hónapban. Tehát én ezt már egy fél évvel ezelőtt szerettem volna, de nyilván ugye nem az a fontos, hogy én mit szeretnék, hanem hogy mikor mi lesz. Vagy hogy meglegyen. Hogy meglegyen, pontosan, igen. És ott is meg fog valósulni, és egy olyan fennkorrendszerrel fogunk ott fűteni, ami majd alkalmas lesz idővel a hűtésre is, majd arra is fogunk beszerezni a készüléknek egy bizonyos részét. De a lényeg, hogy a mostani fűtés az egy nagyon régi gázüzemű hőlégbefúvó. És ez nem kedvez például az asztmásoknak, nem kedvez azoknak, akik valamilyen allergiával szenvednek, illetve nem is jó az energiafelhasználás, tehát ez egy régi elavult rendszer, és ezt fogjuk majd egy rendkívül modern rendszerre lecserélni. Egyébként hasonló van már nekünk az óvodában, illetve a bölcsödében, csak ott nem gázüzemű, hanem teljes mértékben elektromos és napelemekkel látjuk el ennek az energia szükségletét. Ugye ezt is 2016-ban vagy 2017-ben újítottuk fel a komplex az óvodát, bölcsödét. Ha már az óvodát említés, a Magyar Falu programot is egy újabb sikeres pályázat keretében ismételten közel 1 millió forint áll majd rendelkezésre az óvoda, illetve a közterület vagy közterületek munkájának, karbantartásának elvégzésére. Mire lesz fordítva ez az összeg? Igen, valóban a Magyar Falu program keretén belül sikerült beszereznünk egy olyan játszótéri várat, ami még nem volt eddig Nagymágocson. És az volt ebben a pályázatban az elképzelésünk, hogy létrehozunk egy olyan játszóteret, amely nem csak a kisgyermekek számára alkalmas, hanem a nagyobb, tehát a fiatalok számára is, akik még azért igénylik az ilyen jellegű tevékenységet, mert azt tapasztaltuk, hogy például egy 13-14 éves, vagy akár egy 15 éves fiatal, aki nyilván már gyermeknek nem minősül, de tehát a jogszabályok alapján azért mégis gyermek ő még, tehát nem nagykorú. Ők is azért szeretik használni ezeket az eszközöket, viszont az ő súlyuk, az ő aktív játszótéri megjelenésük azért sokszor azt eredményezi, hogy megrongálódnak ezek az eszközök. Tehát sokszor szerintem ezek nem szándékos megrongálások, egyszerűen abból fakad, hogy már nem az ő testsúlyuknak van ez egyszerűen megépítve. És
Ezért így határoztuk meg a pályázatban, hogy szerzünk olyan gépeket, fit gépeket, amelyek alkalmasak lehetnek ennek a korosztálynak is az aktív időtöltésére. És még mindig folyik a jogszabályi értelmezés a pályázat támogatójával arra vonatkozóan, hogy akkor a pályázatban ez a dolog belefér vagy nem fér bele. Annyi már bizonyos, hogy amit említettem, ez a játszótéri vár, tehát erre már megkaptuk a támogatást. Tehát most még a jogszabályi értelmezés előtt állunk, én azért még bizakodó vagyok, hogy a többi eszközről is megkapjuk a támogatást. Tehát ez ilyen fit eszköznek tekinthető, de mégsem az. És ezen van a jogszabályi hivatkozás, akkor fit eszköz vagy nem fit eszköz. De a lényeg, hogy ez a mászóvár ez meg fog érkezni Nagymágocsra, hogyha pedig a támogatáskezelővel nem tudunk dűlőre jutni, akkor is köszönjük ezt a támogatást, tehát nekünk ez akkor is hatalmas nagy öröm. Viszont ettől függetlenül a belügyminisztérium támogatásával fog épülni egy fit park, ez pedig a sportpályán fog helyet kapni, egy olyan területen, amelyet majd a munkatársaink, a közfoglalkoztatásban szerepet vállaló munkatársaink fognak majd a cserjéktől megtisztítani. Ez egy közpark egyébként, csak a 60-as évektől kezdve ugye nem történt meg a hasznosítása, de hogy ezt mi felfedeztük, most kap egy funkciót ez is. És nem titkolt cél egyébként, hogy ezt a fit parkot beszeretnénk majd vonni a sportegyesületünk életébe, mint egy edzési forma, de ettől függetlenül, ezzel párhuzamosan egyébként, nem is függetlenül, párhuzamosan mindenki számára használható lesz. A közösségre még visszatérve, tudom, hogy beszélgettünk már róla, de talán ezek a fejlesztések is majd szolgálják, vagy szorgalmazzák a közösségi életet. Én azt vettem észre az elmúlt időszakban, akár a Petőfi Művelődési Központ munkáján nyitottak, önkénteseket keresnek, már a hölgyek veszik át Nagymágocson az uralmat, női klub alakul, vagy Ótonpaháton is közösségi tér alakult, hogy talán mindez szolgáljon. Hogyan látja a közösségi élet, a nagymágocsiak egymás felé forduló viszonya, hangulata változott az elmúlt években? Én úgy gondolom, hogy történt egyfajta nyitás. Nyilvánvaló, hogy ez a pandémia helyzet, ez a koronavírus, ez nem tett jót a közösségi életnek, de mindenkit arra sarkallok, hogyha nem is a makroközösségekben, tehát nem nagy tömegben keressük az élményeket, hanem kis közösségekben, de mindenképp találkozni kell emberekkel, mert hogyha az emberek befordulnak, az egy társadalomnak a halálát jelenti, és ebből adódóan egy civilizációnak a halálát is jelentheti. Most nem szeretnék itt moralizálni történelmi példákkal, de voltak már olyan civilizációk, akik ebbe haltak bele, hogy atomizálódott a társadalom. Tehát én mindenkit arra sarkallok, hogy ne csak a tévét nézze, hanem igenis mozduljon ki, keresse a barátait, keresse meg azokat a klubokat, amit biztonságosnak vél, és azokat az eseményeket élje meg, amire igénye van. Visszatérve a Nagymágocsi Művelődési Házra, igen, vannak programok, én ennek rendkívül örülök, és hogy nőrülöm, hát ezt be kell vallani, igen, tehát mondjuk a tökéletes közösségek is, ugye csak a mélyeket nézzük, ott is ugye látjuk, hogy ott nekünk... Ott is mély van. Pontosan, igen. Igen, de nagyon fontos az tényleg, hogy egy településen legyen egy olyan művelődési ház, ahova fordulhatnak az emberek, ahol vannak programok. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumától is kaptunk erre egyébként forrást, hogy programokat szervezzünk, illetve finanszírozzunk meglévő programokat. Nagymágocson már negyedik éve van a Nagymágocsi Fosztónap, illetve Idősek Napja. Most a pandémia miatt ezt nem fogjuk megtartani nagyon sajnálatos módon. Ugye a falunapunkat is elvitte a koronavírus, viszont a Grill Fesztivált meg tudtuk tartani, ami rendkívül sikeres volt, és valóban a Művelődési Ház vezetője volt az, aki ezt a programot megalkotta. Én egyébként nyilván ugye tehát művelődési ház, művészi szabadság, én ezt igyekszek mindig megtartani, de az a legjobb, hogyha valóban a lakosság igényei alapján határozzuk meg, és tényleg az kell, hogy például a nőklub esetében is, hogyha van egy igény, akkor arra egyből reagáljunk. Tehát ez a női klub, ez számomra is egy rendkívül új dolog, nyilvánvalóan nem is nekem lett kitalálva, de nagyon örülni fogok, hogyha a hölgyek ezt majd látogatják, illetve ott majd pozitív élmények érik őket.
és talán a hölgyek közösségi élete szorgalmazza majd azt is, amelyet ön mindig mondta, hogy Nagymágocs élhető, és nyilván a családok, a bővülés, a bővítés egy folyamatos célként jelenik meg. Ebből érezhetően már akár a gyermeklétszámból, a születési létszámból adódóan. Igen, igen, van egy szlogenünk, hogy Nagymágocs érted épül, veled szépül. Tehát, ahogy a szlogenből is látjuk, itt mindenkire szükség van ahhoz, hogy gyarapodni tudjunk, szépülni tudjunk. És valóban van egy olyan demográfiai, pozitív előremozdulás, amely azt hozta magával, hogy az első osztály például 24 fővel el tudott indulni. Tehát erre nem volt példa már 9 éve. Tehát 9 éve ilyen nem volt Nagymágocson. Akkor, hogyha megnézzük a statisztikát, hogy most az óvodában hány gyermeket iratnak be a szülők, ott is azt látjuk, hogy meghaladjuk már a 25 főt. Tehát erre tavaly volt először példa. Én úgy gondolom, hogy persze ezen lehet vitatkozni, de a számok azok nagyon makacs dolgok. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy kik voltak kormányon és mikor, akkor azt látjuk, hogy azért van egyfajta gyarapodás ebben az országban, ugye Magyarországon, és igenis a családok számára van egyfajta biztonság. Ugye mikor vállal az ember gyermeket? Jó, most ne nézzük a karriert, mert ez nagyon, a mai világban ez már nagyon fontos, tehát a fiatalok közül, ha 100-at megkérdezünk, akkor 70 fiatal azt fogja mondani, hogy a karrier. De akkor vállal egy normális értékrendű család gyermeket, hogyha az egzisztenciája ezt megengedi. És azt látom, hogy egyre többen a fiatalok is vállalnak gyermeket, úgyhogy ezzel a ténnyel szerintem nem bír senki, tehát nyugodtan meg lehet engem ebben cáfolni, de ez a tények azért makacs dolgok, hogy egyre többen vállalnak gyermeket. Persze ehhez szükségeltetnek a különböző kormányzati programok is, bár itt meg fölhívnám a figyelmet arra, hogy nincsen új a nap alatt, tehát hogyha megnézzük a 40-es években, tehát ugye a világháború zárását követő családpolitikát, ott is volt egy hatalmas nagy program erre vonatkozóan, hogy gyarapodjanak a magyarok, a magyar nemzet. Vagy ha megnézzük a 70-es évekbeli családpolitikát, ugye ezek a kockaházak akkor épültek, hogy azok milyen feltételrendszerrel tudtak megvalósulni, és ha megnézzük most a csokot, tehát elég nagy a párhuzam, tehát aki most a csokot támadja bizonyos beállítottsága miatt, akkor szerintem vizsgálja meg azt, hogy a 70-es éveknek a családpolitikájára ugye mit mondana. Úgyhogy Nagymágocsra egyébként visszatérve rendkívül sok a beköltöző család, ennek nagyon örülünk, mert ők erősítik a közösségünket, de mellett a nagymágocsi fiatalok is a letelepedés, illetve a gyarapodás mellett tették le a voksukat. Úgyhogy nekünk az rendkívül fontos, hogyha ha egy fiatal, mondjuk a szakmájából adódóan nem Nagymágocson találja meg a munka lehetőséget, mert csak kis település, de mondjuk ha nem is Szentesen találja meg a lehetőséget, mert kvalifikált munkában tud szerepet vállalni, és mondjuk a munkája Szegedre, Kecskemétre, vagy most már tényleg mondhatom az, hogy Csongrádra, vagy pedig Budapestre szólítja, akkor is érezze azt, hogy Nagymágocson van neki egy bázisállomása, és kötődjön a településhez. Tehát nekünk ez is a célkitűzés, hogy megmaradjon mindenki a településen, és mindenki gyarapodni tudjon. Ezért is vannak a szociális intézkedéseink, családban gondolkozunk mindig. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a Szentes-Csongrád Rotary Klub azt a célt tűzte ki az elnökváltás alkalmával, hogy egy picit népszerűsíti a klubot, megismerteti az emberekkel, hogy milyen célokat is szolgál, és éppen ezért egy olyan helyszínen vagyunk most, amely tulajdonképpen majd az elkövetkezendő időszakban szolgálni fogja ezt a célkitűzést. Dobos Ferenc, a Szentes-Csongrád Rotary Klub jelenlegi elnökével beszélgetünk először is, mégpedig arról, hogy a Rotary Klubot mennyire ismerik Szentesen, Csongrádon, és egyáltalán milyen célokat szolgál ez az intézmény. Köszöntöm az Entes TV nézőit.
Mindenképpen kell a Rotaryról egy pár szót beszélni, még mielőtt rátérek arra a programra, amit mi Kertész Ákossal közösen kitaláltunk. Mert nagyon sokan tényleg nem tudják, hogy mi az, hogy Rotary. A Rotary egy jószolgálati civil szervezet, olyan tagokkal, különböző szakmájú tagokkal, akik gyakorlatilag baráti társaságként is működnek. Tagdíjat fizetnek, ebből tartják fönn tulajdonképpen a szervezetet, nem csak helyi szinten, hanem világméretű szinten is, és próbálnak olyan programokat támogatni, amelyek jó szolgálatot teljesítenek, valamiféle előremutatást hoznak, és ezt tulajdonképpen egész világszinten csinálják. Gyakorlatilag a világ minden országába felelhető a Rotary, különböző szinteken. Amerikából indult tulajdonképpen, Paul Harris hozta létre 1905-ben két barátjával, amikor véget ért ugye a gazdasági válság, az első gazdasági válság, és úgy gondolták, hogy való a barátság, a nemzetközi kapcsolatok, azok erősítik az emberek közötti egyrészt jólétet, másrészt pedig a barátságot. A Rotarynak nemzetközi szinten is vannak olyan programjai, például a pólió, amely magyarul a gyermekbénulás járvány elleni küzdelmet jelenti. Ehhez csatlakozott Bill Gates, aki azt mondta, hogy minden dollárhoz, amit a Rotary ad, ahhoz ő 2 dollárt fog hozzátenni, és ez egy nagyon jól működő program, hiszen most már, hát nem azt mondom, hogy pár ország, de azért lényegesen kevesebb országban lelhető fel ez a gyermekbénulásos járvány. Magyarország ugye már nincsen, de ennek ellenére a magyar Rotary csatlakozott ehhez a programhoz. Van a Gift of Life, hogy ajándékba ajándékoz életet, itt a beleszületett szívbetegséggel született gyermekeknek a támogatása folyik, ez is nemzetközi szinten. Nyilvánvalóan minden helyi csoportnak van egy olyan programja, amelyet támogatni tud. Nyilvánvalóan ez pénzbe kerül, a Rotary nem kap sehonnan támogatást igazán, teljesen a tagok finanszírozzák, a tagok adják hozzá a támogatást olyan programokhoz is, amelyet fölvállaltak. Korábban volt a Kárpát-medencei rászoruló gyermekek nyári táborosztatása, amit most befejeztünk. Tavaly egy új programot hirdettünk, Higgy magadban, kinyílik a világ, amely szenzációsan jó sikerült, ezt tavasszal a Szentes TV is bemutatta. Igaz, hogy szegény gyerekekkel, a pályázó gyerekekkel online kellett a bírálatot is megcsinálni, mert nem lehetett találkozni a koronavírus miatt, de nagyon jó sikerült program volt. Ami bennem fölmerült, a média nagyon sugározza és hozza azt a fajta tévhitet, hogy a mai fiatalok azok csak a számítógéppel foglalkoznak, nem érdekli őket a világ, és akkor kiderül, amikor meghirdettük ezt a pályázatot, hogy olyan szenzációs pályázatok jöttek be, és olyan fiatalokkal találkoztunk, akiknek olyan céljaik vannak, olyan célkütézéseik vannak, 17-18 évesen, 16 évesen, hogy talán még felnőttként is nagyon komolyan kell venni. És mi tulajdonképpen a minden évben megrendezendő majd csak kimondom, bálunkat, jótékonysági bálunknak a bevételét szoktuk erre fordítani. Most amikor én elnök lettem, akkor azt mondtam, hogy nagyon szép ez, hogy a Rotary tagok a saját zsebükből finanszírozzák ezeket a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy a világban, vagy épp a saját környezetünkben is nagyon sok olyan ember van, aki szintén hajlandó lenne ilyen jószolgálati célok mellé odaállni. Csak hát valahogy meg kell őket szólítani. Nyilván nem kell mindenkinek Rotary tagnak lenni, mert ez azért bizonyos kötelezettséggel is jár, nem mindenki szereti ezt fölvállalni, de valami úton, módon tudna segíteni abban, hogy
ehhez a pénzhez, amit mi összegyűjtünk, még többet tudunk összegyűjteni, és még több fiatalt, illetve esetleg még nagyobb mértékben tudunk finanszírozni, illetve segíteni. Természetesen a Rotary eszméjéhez híven nem olyan fiatalokat akarunk finanszírozni, akik könnyedén megtesznek a saját céljaik érdekében bármit, vagy épp olyan hátterük van, hanem olyan fiatalokat, akiknek lehet, hogy csak éppen a kis segítség kell, és gyakorlatilag egy nagy ugrást tudnak a céljaik érdekében elérni. Halljuk ugye, hogy a Rotarynak milyen célja van, de hogy kerül szó szerint a képbe Kertész Ákos, a hangversenyközpont igazgatója? Ezt én kezdtem gondolkodni, hogy hogyan is tudnánk megszólítani olyan embereket, akik szintén jó szándékúak és szeretnének esetleg támogatást nyújtani. Az jutott eszembe, hogy a városban nagyon sok olyan program van, amely fizetős program. Tehát az emberek bérletet vásárolnak, vagy jegyet vásárolnak, és nyilvánvalóan oda mennek egy kasszához, oda mennek egy jegyárusításhoz, és ezért kapnak is természetesen valamit. És elmentem Ákoshoz, hogy mit szólna ahhoz, hogyha mi az ő rendezvényeikhez csatlakoznánk, ők ugye a jegyeket pénzért árulják, tehát ők pénzt kapnak ezért, és mi lenne, ha mi oda tennénk egy olyan jegyet, ami teljesen nem kötelező, teljesen önkéntes dolog, mindenki a maga belátása szerint azt mondja, hogy én az egyik koncert jegy mellé veszek egy 500 forintos támogató jegyet, amit tudom, hogy a Rotary erre és erre a célra, meghirdetett célra fogja felhasználni. És így jött képbe Ákos, aki azt mondta, hogy Feri, és ennek semmi akadálya nincsen, sőt olyan segítséget nyújtunk, mert a jegy is meg van csinálva, tulajdonképpen hogy fog kinézni, úgyhogy nekünk már ezzel is kevesebb dolgunk fog lenni. Ákos, tényleg hogyan reagáltál erre a felkérésre? Ugye pont a ti szakterületetek egy olyan terület, ahol azért a jótékonykodás az nem azt mondom, hogy mindennapos, de azért szokványos. Igen, nagyon, nagyon jó a felvezető, de egy kicsit korábbról kezdeném. Mindig is azt hiszem maximálisan azonosulni tudtam és tudok azokkal a célkitűzésekkel, amit most elnök úr elmondott a Rotaryval kapcsolatban. Én annak is nagyon örülök, hogy Mészáros Zoltán volt elnök úrral is szoros baráti kapcsolatot ápolva. Ő nagy zenerajongóként is többször látogatta és látogatja a rendezvényeinket, illetve teljes mellszélességgel mindig is a kultúra mellett állt. Úgy látom, hogy ez a jövőben sem fog másképp történni a Rotary részéről, tehát emiatt is nagyon örültem a megkeresésnek. Másrészt meg valóban, ahogy elhangzott a felvezetésben, tulajdonképpen jótékonykodunk elég sokat, hogyha szabad így fogalmaznunk. Ennek a hangversenyközpont tekintetében több oka is van. Nagyon-nagyon, aki jár a rendezvényeinkre, tudja, és most nem szeretném számszerűsíteni, hogy nagyon-nagyon kedvezményesen és nagyon baráti áron lehet ezekre a koncertekre bejutni. Így azt hiszem, hogy ezzel a provizórikusnak mondható ám, de nagy segítségnek számító támogatással azt hiszem, hogy bőven tudunk gazdálkodni a saját jegyeink mellett. Másrészt pedig arról nem is beszélve, hogy a Rotary-val való együttműködés egyben garancia is arra, hogy ezek az összegek tényleg a megfelelő helyre kerülnek. Az ember nagyon sok féleképpen tud nagyvonalú lenni az életében. Azt hiszem, talán sokszor félre is értjük ezt egy kicsit, és úgy gondoljuk, hogy azért zárkózunk el az ilyen lehetőségek elől, mert azt gondoljuk, hogy a jótékonykodás az, vagy a nagyvonalúskodás az valami tőlünk nagyon messze álló dolog, mert nem engedhetjük meg magunknak. Én nekem erről egészen más véleményem van. Én azt mondom, hogy mindenki a saját maga adta lehetőségeken belül igenis tud, ha akar jótékonykodni, tud segíteni, és én azt hiszem valahol kötelességünk is, így a Rotaryval együttműködve, szociálisan rászoruló fiatalokat támogatva, én nem tudok más mondani, csak azt, hogy nagyon-nagyon büszkén állunk Dobos Ferenc elnök úr mellett, és bízom benne, hogy egy gyümölcsöző kapcsolat lesz ez a jövőben is. Hogyan lehet ezt kivitelezni majd? Mint ahogy elnök úr is elmondta, elkészültek a támogató jegyek, ezeknek a megvásárlása nem kötelező jellegű, de természetesen nagyon szépen és tisztelettel kérek mindenkit, hogy
aki teheti ezzel a jelképes 500 forinttal, amellyel külön megvásárolja ezt a támogató jegyet, éljen ezzel a lehetőséggel itt a koncertek alkalmával, legyen szó a Hangversenyközpontról, vagy az Ifjúsági Házban, vagy bárhol máshol megrendezendő programjainkkal, hiszen tényleg azt hiszem, hogy egységben az erő nagyon nagy segítség lesz ez azoknak a rászoruló fiataloknak, akiknek esetleg a mindennapi életében az e-fajta dolog is problémát jelenthet. Bekerül majd egy kalapba ez az összeg, de gondolom, hogy ez csak az első lépcsőfoka lesz ennek a programnak, ennek a célkitűzésnek. Folytatni fogják, követi ezt majd egy másik természetesen, program? Természetesen, Szebeni Zoltánnal is beszéltem már. Ugyanezt a programot meg szeretnénk csinálni a induló színházzal is, csak hát ugye az még nem tartott, hogy ilyen előreadott állapotban legyen, de ő is azt mondta, hogy teljes mellszélességgel támogatja ezt az elképzelést, és biztos vagyok benne, hogy ott is ugyanezt a formát meg tudjuk csinálni. Ugye a Rotary tagok különböző szakmájú emberek, vannak vállalkozók, vannak bérből, fizetésből élők, és ugyanígy nem kötelezően, de mindenki a saját zsebéhez mérten támogatja ezeket a programokat, és ehhez szeretnénk tényleg olyan pénzt gyűjteni, tehát nem ha a Rotary nem úgy gyűjt pénzt, hogy valamire gyűjt pénzt, és akkor majd valami lesz belőle. Mi egy meghatározott célra szeretnénk a saját magunk által összeadott pénzt fordítani, és kiegészíteni olyan összeggel, amit talán összetudunk ilyen módon gyűjteni olyan emberektől, akik jó szívvel járulnak hozzá ahhoz, hogy olyan fiatalok, akiknek komoly céljaik vannak, elérhessék, és tényleg nagyon pici kell sokszor ahhoz, hogy valakit kimozdítsunk valahová, és el tudja érni a célját, akár egy kiállításra elmenjen, akár egy számítógépet vásároljon, vagy egy versenyre elmenjen, mert sajnos vannak olyan tehetséges fiatalok, akik nem tehetik meg, hogy elmenjenek egy versenyre például, holott lehet, hogy éppen első helyen végezne, mert tehetséges és jó tanuló, tehát igazán ezeket a fiatalokat támogatni kell. Ezt most fölvállalta a Rotary. Jövőben mindaddig, amíg ezt tudjuk folytatni, illetve úgy látjuk, hogy ennek van értelme, addig próbáljuk ezt a programot folytatni, nem csak az én elnökségem, hanem talán a következő elnök ideje alatt is. Hamarosan indul a Zene Világ Zene koncertsorozat, az első alkalom, amikor tehetnek azok ezekért a gyermekekért, akik megtehetik, mikor lesz tehát? Itt a Hangversenyközpontban egy fantasztikus komoly zenei koncerttel indulunk, a Zene Világ napján Liszt Díjas, Prunyi Ilona és Mondok Ivett koncertjével, melyre ezúton is sok szeretettel hívok, várok mindenkit, és egyben tisztelettel kérem, hogy támogassák ezeket a fantasztikus fiatalokat céljaik elérésében. Nyilván ezt emeljük ki még egyszer, hogy ez nem egy kötelező dolog, tehát nehogy azt vegye valaki, hogy hú, most idők fizetni kell 500 forintot egy támogató jegyé, nem, ez teljesen önkéntes, de nagyon megköszönnénk azoknak, akik hajlandók erre áldozni. Mi pedig köszönjük a kezdeményezést és a lehetőséget, a helyszínt. Én köszönöm nagyon szépen Ákosnak ezt a hozzáállást, hiszen első szóra, amikor megkerestem, azt mondta, hogy ennek semmi akadálya, ez biztos, hogy meg tud csinálni, és nagyban segítettek is maga a jegyelőállításban. Jobban még nincs kinyomtatva, de magának a jegynek a megszerkesztésében is segítettek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Ákos neked ezt a nagy lelkű felajánlást, és hát én bízom benne, hogy ez sikeres fog lenni a jövőben. Én is köszönöm szépen. Közéleti mozaikunk végén programajánló. A Szentesi Kosta József Múzeumban szeptember 26-án szombaton 18 órától tekinthetik meg a látogatók az Attila örökösei Szentes határában időszaki kiállítást. A Magyar Természettudományi Múzeum vándor kiállítása a Szentesi és Csongrád család megyei leletanyagot is bemutatja. Kedves nézőink, közéleti mozaikunk véget ért, jövő héten csütörtökön magazinunkkal ismét várjuk Önöket.